Na, sziasztok! Eljöttem megvadászni a fekete kocsit. Ez még aránylag jó állapotban van. Megyünk akkor, úgy emlékszem, hogy azt mondtam előző rész végén, hogy megyünk ezt a New Arkosat megcsináljuk. Megpróbáljuk először, hogy tényleg ennyire rossz-e, mint amennyire mondják, a normál FPS-en. Aztán hát ha nem, tehát hogyha mondjuk kinyírja az autónkat a bomba, akkor megyünk csökkentett FPS-re. Szerintem egy ilyen két próbálkozást azért adok neki. Annyi, hogy most kipróbáljuk először ezt a módszert. Igaz, hogy lehet, hogy rohadt lassú lesz. Megpróbáljuk áttolni az autót a hídon. Ez egy kicsi kocsi. Elméletben könnyűnek kellene lennie. Az irányítása lesz nehéz, ahogy elnézem. Ha. Jó, de ez menni fog. Nem húzták be a kéziféket. Gyere! Abba az irányba már. Forduljál! Nem jó. Másik az, hogy vajon amikor én majd elkezdem ezt a küldetést, úgy menti el a játék, úgy csak oda benne akadj, hogy került ki? Ha. Pedig elég szépen ment eddig. Tehát, hogy úgy menti el a játék, hogy alapból mi a másik oldalon vagyunk ezzel az autóval. Nekem úgy is jó, ha ott mész, mert amúgy ott könnyebb nekem. Nem tudsz leesni. Hát így de. Ó, ez meg. Elfordult. Léci, fordulj vissza. Úgy. Utána meg ezzel megpróbálunk átjönni, mert jelen pillanatban normál autók közül ez a leggyorsabb, amink van. Tudnánk hozni olyat, ami nem ez a fajta. Ne. Ne akarj már állandóan abba az irányba fordulni, légy szíves. Menj a másik irányba. Egyenesen. Ne, az nem egyenes. Ez az. Majdnem jó. Mit tudom én, hozzuk be ide a parkolóba. Szerintem itt már nem lesz bombázás. Így. És akkor vissza. Mert ott a Zeppelin fent. Le, azt hiszem valameddig így a lámpákig jön a robbanás. Kiderül. Nem emlékszem rá. Tudom, hogy ezt régen próbáltam többször is, aztán felhúztam magam, és azt mondtam, hogy na jó van, akkor rohagyj meg. Na kíváncsi vagyok, hogy így menti el. Mert ha így menti el, hogy mi itt állunk,
Szeva, vidd el ezt az autót a megadott helyre. Na, kíváncsi vagyok. Van egy olyan érzésem, hogy nem fog bejönni. Megpróbálok, valamelyik oldalt kellene mennünk, hogy a lehető legkevesebb égi áldást kapjuk. Az a baj, hogy nincs egy percem se ott az autó hátul, akkor jó helyre hoztam, nem tudtam, hogy ide kell. Aha, ott van. Elmondom már, ezt elbasszuk is, tehát ezt érdemes volt megnézni. De sikerült, öcsém! Sikerült! Elsőre. Indulj már, hát meg kell oda hátra tökernünk vele. Ezt olvastam is, hogy ezt így kell értelmesen megcsinálni, meg hát az volt, hogy le kell venni az FPS, mert máshogy nem fog működni. De nem, tehát hogy ez így jó lett. Oh, hihetetlen. De hogy nézel ki te. Az akkor lenne vicces, hogyha a tetején ezt a valamit lehetne használni, de úgy látom, hogy nem. Robban még? Nem, jönnek át az autók, akkor nem. Az úgy komoly. Hát, a fekete autónak ennyi. De megmentette az életünket. Az a legfontosabb. Hát ez nem lesz kedvenc autó. Azt most megmondom. Ezzel max így be lehet durni a tömegbe. Ez ilyen zombi apokalipszisre kitalált autó, úgy látom. Hát eddig leglassabb autónk. Tehát szerintem az alapjátékban ezek a kicsik azok, amik még lassabbak. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy a HP az ugyanúgy, mint ahogy páncélozott. Tehát, hogy a páncélozás miatt mondjuk erősebb-e az autó. Többet bír-e. Mert mondjuk akkor egy olyan küldetésben, nem tudom, hogy van-e olyan küldetés még, de egy olyan küldetésben például ez lehet, hogy jó lehet. Nem kellett lehúzni az FPS-t. Lehet, hogy a szelesztest is meg lehetne csinálni, csak valószínű, tehát ott azért nem jó, mert nagyon gyorsan kezd el robbanni. Meg, hát, Schatzper kb. Ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem egy ilyen 90-nel menni kellene, ahogy így elnéztem. Ahhoz, hogy ne robbanjon fel. És azt meg végig tartani a városban esélytelen. Hello! Te med?
Úton? Oda lépek, biztos ott lesz. Egyéb testrészeiddel együtt. Ezt hogy oldjam meg? Plutty, helyén van. Ez jó, kiköpött minket. HP vissza. Játék elmentve. Nos, bemegyünk. Azt hiszem, hogy downtown közepén van a dolog. Igen, mert innen futott kifelé. Na várjál. Nagyjából ezen az útvonalon kell mennünk, ahol futott a Running Man. Lopkodunk autót. Megyek most el ezért a másik sarokra. Nem kell nekünk a balhé. Csak lassan, haver! Csak lassan! Ne, toljad neki! Mert valahol ott, ahol van a downtownban ez a piros vagy barna épület, szerintem oda kell elmenni. Én is a lehető legjobb autóval jöttem. De elvileg ott... Nem itt lesz. Nem ez a templom hely. Jaj! Au! Vagy de ögy, ugorj elém! Ügyes vagy! Ez a templom. Akkor feljebb kell mennünk. Itt lesz, itt lesz, itt lesz, itt lesz, itt lesz, itt a lépcső felfelé. Megvan. Itt a lépcső fel. Ezen szaladt fel, és ott a kocsi fent. Azaz. Csinálunk ide magunknak, mert nem tudom, hogy itt... Ezt nem csináltam soha. Erről csak olvastam, hogy ez... Mondjuk jól néz ki. Feketében tetszik. Ott már látom csattogni. Ott fúj! Fel ide gyorsan! Nem akarok beszélni. Várjál, baj van. Nem emlékszem, mit kell nyomni. R, megvan. Ez így baj. Ez így még nagyobb baj, mert nem tudok felállni. Esélytelen. Mindegy, azért... De mi a... Jó, állj meg. Szóval kezdjük előre. Nyé, gyorsabb vagyok. Nem. Fordulj már le! Tomi! A fene megesz! Itt az autónál, ha legugolok, így, és nyomok egy R-t, azd meg! Egy megvan. Nem akarok beszállni semmibe. Honnan lőtt a másik? Ott van fent.
Megvan kettő. És tipre... Nem. Hol lehet a harmadik? Mögöttünk valahol? Nem hallom sehol. Azt hallom, hogy lő. És onnan. Létezhet, hogy játék annyira genyú, hogy betette valamelyik házba. Ott se nagyon látok mozgást. Nekem az... Az a háztető olyan, amin még állhatna. De nem. Ott van. Hát ez nem volt olyan vészes, mint amennyire gondoltam. Mondta. Ja, ez ugyanaz, mint ami már van, csak másik felépítésben. Most itt szivatsz. Még jó, hogy itt az autónk. Az előbb az volt a baj, hogy hárman egyszerre, ahogy meglőnek, azt elég nehéz úgy kivédeni, hogy jó legyen. Újra kellett tölteni. Na, ott már úgyis egy HP-n volt, tehát hogy ott egy ilyen manőver, amikor meg akarom lökni mondjuk az autót, hát ezt én már lelögdösöm, menj le. Úgy, legalább a hátsó kereke már len van. Így már le tud menni a lépcsőn normálisan. Ne, matasd az autómat, most kaptam. Egy elég komoly... Woo! Belátást nyerhettünk. Betekintést nyerhetünk, belátást? Belátást lenyertünk. Találsz ki új szavakat, haver. Belátást nyertünk. Az autóba. Az az egyetlen egy problémám van, hogy nem tudom mi az utolsó küldetés, és ez most lehet, hogy ahhoz képest meg túl ügyesen csináltam meg mindent. Ennyit nem szoktunk. Ennyire gyorsan nem szoktam megcsinálni. Vigyázz! Na. Mindegy, hát akkor itt is, mint az előző maffia részeknél, itt is a maffia... Ez a rész, ez egy kicsit lehet, hogy rövidebb lesz. Jó, de driftelünk. Édes Istenem. Amúgy jól fordul. Upsi. Upsi. Itt a másik mondta, csak az taxi. Mivel még egy autónk van, jól számolok? 5 van ezen az oldalon. 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Igen, egyetlen egy autó van hátra. És ezt nem tudom melyik. Gyorsan nézek egy térképet, hogy hol maradhatott még ki. Azt hiszem, tudom is. Chinatown. Ott nem vettünk fel küldetést.
rámolunk magunknak egy kocsit. Narancssárgát tönkretettük az előző küldetésekben, feketét tönkretettük most. Nem maradt autónk. Van egy kérdésem. Itt lent, a parkolóban ott hagytuk a rakétakocsit. Abba ilyenkor bele lehet éjszállni. Jövök! Rüdej! Láttad, hogy jövök. Gyorsan száguldozó villamos! Állj meg! Be fog nyílni, vigyázz! Azt hiszem, itt volt ebben a park... Ebben a parkolóban. Ott van. Nekem annyi az egyetlen bajom ezzel a rakétakocsival, hogy amúgy ahhoz képest... Nem lehet beleszállni. De rossz. Hogy ahhoz képest, hogy egy rakéta van a seggében, ahhoz képest lassú. Szerintem a gyári versenyautók, amikkel versenyeznünk lehet, vagy kell, vagy mehetünk velük, szerintem azok a versenyautók gyorsabbak. Innen eltűnt egy autóm. Én itt akkor, amikor ezt a küldetést csináltam, én itt hagytam egy autót, és az eltűnt, és azért féltem attól, hogy minden más autó is el fog tűnni. Na mindegy, megyünk át Csajnába. Hát most itt egy kicsi városnézés lesz, mert szerintem amúgy itt a legért. Nem tudok gyorsabban elfordulni előled, bocs. Itt a legértelmesebb menni. Jó, zene van abban az autóban. Aztán felmegyünk Salierihez. Így. Valamire kíváncsi vagyok, mert ide be lehet jönni. Oké, hogy a küldetés miatt van nyitva. De hogy itt nincsen véletlenül olyan, hogy meg lehet javítani a kocsit. Tudom, így utolsó küldetésre amúgy jókor jut eszembe. De nem hiszem. Villanykapcsolóval se. Igen, itt volt a bomba. Na mindegy. Ja, nem, csak kíváncsisággal néztem meg, mert valahogy nem úgy ismertem meg a játékot, hogy ilyeneket nem lehet csinálni benne, de ezek szerint akkor ez extrémben nem lehet. Megyünk fel Csajnába. Az húzós volt. Utolsó küldetés, utolsó percek a játékból, remélem. Az még jó, hogy nem mozgott az a villamos. Az úgy telibe... Ezt
harintott volna minket. Egy Chinatownban jártunk, azt hiszem kétszer is, egyszer a telefonos küldetés miatt, egyszer meg az UFO hozott erre fel, de ő csak elvitt ott jobbra. És szerintem itt kellene valahol... Rend legyen. Így van. Nem emlékszem pontosan, azt tudom, hogy Chinatownban van, de nem emlékszem pontosan, hogy melyik részen. Ott bennem. Új Chinatownban se sokat járkáltam. Úgy emlékszem, hogy a kettőben valami ilyesmi helyen voltunk, tehát lehet, hogy amúgy... Nem. Hol keressem? Úgy, állj meg az út közepén. Nem tudom, hol keressem. Menjünk itt tehát megint szembe. Ah, ott integet, ez meg, itt álltam mellette. Ott egy kis pisztoly. Miért kell nekünk ide kis pisztoly? De? Ha megmented az ártatlan áldozatot, kapsz egy jutalmat. Ezt felvesszük. Mert mondjuk pont egy SV típusú 27-es nem kell. Én azt értem, de hol van a küldetés? Az baj. Időre megy ráadásul. Hát itt Chinatown körül nem tudok. Nem nagyon segített ezzel a képpel a játék. Hűha. Most ezért nézem a térképet közben. Hogy hát ha látnék valami hasonló területet, ahol lehet egy ilyen homokos erősség part, mert ez nem homokos, ez zöld körbe. Állj meg, köcsög! Tehát biztos? Igen, csak hol a mélytengeri szörnyecsém. Á, ez le fog járni. Na hát, megvárjuk, hogy lejárjon az idő. Utána ennek... Utána olvasok, mert amúgy az a terület nekem egyáltalán nem volt ismerős. Elég küldetés nem sikerült, tudom. Ott volt a csuka, akit le kellett a toronyból kapni.
Jó, egy pillanat. Szóval. Downtownban van a... Ó, most már így, hogy megnéztem, hogy downtown, így már most tudom, hogy mit kell. Jól van. Oda kell menni a húkos kis utcára. Az ott van lent. Ahol van ez a kis visszafordító. Ha jól tudom. Még ettől függetlenül nem vagyok benne biztos, hogy... Hogy ez út jó. Jó elképzelés, de én úgy tudom, hogy az az. Ott, ahol... Morellót megpróbáltuk elkapni. Én szerintem az a hely. Mert ott a Wikit néztem meg, és a Wikin úgy van, hogy azt írta, hogy a kis étterem valami, mit tudom én, milyen étterem van ott. És part közelben, tudtommal, downtownban, az az egy étterem van a parton. Mondjuk jöhetünk volna valami gyorsabb autóval, mert ez gyötrelem. Azért néztem volna a rakétakocsit, mert ezt nem sajnálom. Jó, most kapunk egy kis lendületet lefelé a lejtőn. Ez amúgy olyan rossz, hogy ki kell számolnom még azt is. Hát de nem már, hát ide se érek ennyi idő alatt. Szom. Mi van? Oda kellene jönni. Jó, na várjál. Még egyszer, de betöltjük az előző mentést. Ezt. És viszünk magunkkal valami gyorsabb autót, mert ezzel halál elmenni. Vigyük őt. A Mantát. Ez legalább megy. Már most amúgy, hogyha itt járunk, megnézem, hogy tényleg az-e. És onnan fentről pedig nem lejövünk a két hídon, meg az alagúton keresztül. De lehet, hogy amúgy, mivel számozás szerint az az első. Ez a küldetés. Ehhez képest én utoljára csinálom meg. Igen. Ott. Ott a csaj. Aha. Beteg leszünk. Ebbe, ha belelépek, meghalok, mi? Hol halok meg? Szia, néni! És azt a lakatot kell lelőni. Jó. Tehát onnan fentről csak a lakatot fogom látni. Jó van.
Nem tudom, miért van cenzúrázva. Még ha mesztelenül lett volna, akkor azt mondom, hogy... cenzúrázni kell, de... így nem sok értelme van. Nem baj. Jó, az így is. Nem gázolom el, mert félek attól, hogy amúgy bajba kerülök miatt a játékon belül. Szerintem itt amúgy értelmesebb lenne. Főleg így, hogy egy gyors autónk van. Átjönni felül a hídon. Kínából amúgy is egyszerűbb ott közlekedni, mint lejönni, felmenni. Stb. Stb. Így. Azt még nem tudom, hogy ott hogy lenne jó. De szerintem itt körbe, és akkor itt le, aztán utána át a kis utcán. Aha, jó. Mert az úgy látom, hogy nem sok időt ad ez a mód arra, hogy... tehát felül körbe jönni, le a... menj innen? Le itt hátul. Ja. Mert arra végig tudunk menni közel full sebességgel. Itt jó lesz. Köszönjük. Megérkeztünk. Amúgy ennek semmi értelme nincs, hogy három oldalról le van zárva, vagy kettőről? Ahhoz egy kicsit közel csúsztam. Hát meg itt sincsen kicenzúrázva. Szállj már, aztán menjünk, hé. Ideje lenne. Ó, Tomikám, hogy te mindig csak az időt húzod. Itt átmegyünk szembe. Így. Itt oda lépünk a gáznak. Tapossuk meg. Nyomd ki a szemét, öcsém. Így. És itt felül körbe megyünk. Amennyire engedi a játék. Most itt nem tudom, hogy nyitva van-e a széle a pályának. Nyitva. Ó, de jó. Kerüljük ki a gyalogosokat. Eddig jó. Bocsi, hogy csendben vagyok, csak koncentrálok, mert amúgy elég nehéz irányítani ezt az autót.
szépen megy, nagyon szépen megy, nagyon jól megy. Nagyon sokat segített most itt. Szörnyeteg. Hát. Ez megvan. És ezeket most hogy vigyem mindet haza? Játék. Ezt éppen. Na jó, megvan az összes autónk. Végre. Jó, hát volt olyan küldetés, amivel egy kicsit többet szívóztunk. Úgy van, vágd magad hanyat. Szóval volt olyan küldetés, amivel egy kicsit többet szívóztam a kelleténél. Igen. Ez ilyen. Arról az oldalról valószínű nem fog jönni semmi. Ó, ezt elvisszük. Hát te hülye vagy? Álljál meg. Ezt hogy képzeled? Nem öllek meg, csak kirángatlak a kocsitból. Ja, leszitter volt ez. Úgy van, mamókám. Ugorj be az autó elé. Na, még hazahozzuk azt a nagy bálnát, és akkor kész is vagyunk. Elvileg innentől kezdve a freeride-ban ezek mindegyik használhatóak. Nem tudom, még kell mennék. Ezt még majd lehet, hogy amúgy elviszük egy körre a játékon belül. Kíváncsi vagyok, mert tehát sosem volt a játékon belül pénzünk. Most is, ha valamit fizettünk a normál küldetésben, fegyvert, bármit, de nem volt az, hogy nincs elég pénzed, tankolunk, nincs elég pénzed, hanem úgy csak simán. Ups. Hanem csak úgy simán megálltunk és megtankoltuk az autót. Tehát, hogy úgy hiányzik ez a, tényleg az, hogy pénzt szerezhessünk a játékon belül, és akkor így a freeride-on belül, ops, bocsi. A freeride-on belül így akkor ezt is egy kicsit kipróbálhatjuk, hogy mennyire tudnánk megélni a játékban. Még gondolkodom rajta, hogy lesz-e belőle videó. Azért most egy kicsit sokat mafiáztam az elmúlt időszakban. Most lehet, hogy egy kicsit pihennék. Na, megvan mindenki. Mind a 19. Kinézetre amúgy nekem még mindig ezt tetszik a legjobban.
kezelhetőségre amúgy ő nem volt rossz, őt szerettem. Ők se amúgy, a piros meg a taxi. Hát a Crazy Horse az tényleg Crazy Horse. Adjuk, ez egy őrült autó. Hát na. Megvan mind. Ennyi a lényeg. Azért számoljuk el. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Megvan. Őt nem értem. Ezt nagyon nem. Meg a páncélozatot se teljesen. Azt úgy el tudnám képzelni, ha lehetne vele lőni. Vagy bármi. De így nem. Tehát így... Nincs haszna az autónak. Na jó van, köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk majd valamilyen más játékban. Valószínű, hogy időközben már jönnek ki Thief Simulator, meg hasonló játékok. Úgyhogy lesz helyette más tartalom. Találkozunk egy következő részben. Sziasztok!